A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tűnődöm és töprengek, szép jó estét kívánok. Vajon mit kérdezhetnék Sáringer Károlytól, aki a mai vendégem, Préma Díjas. Én is jó estét kívánok. És a Fehérvár Televízió egykori főszerkesztője. Ugye itt a kettősségről fogunk beszélgetni, egyik oldalról gratulálok, örülök, hogy itt vagy velünk. Édestova 40 esztendeje ismerjük egymást, ami azt jelenti, hogy ha ránk néznek a nézők, akkor nagyon is jól tudják, hogy nem 40 évesek vagyunk. Tehát még egyszer gratulálok, és menjünk vissza az időben, hiszen íróként és újságíróként is ismernek téged, televíziós szakemberként nem különben. Annak idején hadd áruljak el titkokat, tanulja voltam annak, amikor úszóként, mellúszásban 100 és 200 mellen országos ifjúsági bajnokságot nyert el, és mindenki azt hitte, hogy Vermes Albán és Zvonyár János után te leszel az, aki megmenti a magyar mellúszást, hiszen ez nem volt kedvelt szám. Emlékszel rá? Hogy ne emlékeznék? Én magam is azt hittem, és Egyetlen oka volt, hogy ez nem következett be, ez a kis hitűség, a vidéki gondolkodás. Az, hogy egyszerűen nem hordott el odáig az agyam, hogy én ezt meg tudom csinálni. Fizikailag képes lettem volna rá, fejben nem. És nem akadt a környezetemben senki, aki azt mondta volna, hogy már pedig igenis ez lehet. Pedig soha nem voltál kis hitű. Tehát mi középiskolában osztálytársak voltunk, vezéregyéniségnek indultál és maradtál is. Az, hogy mondjam, a világszínvonal, tehát az egészen magas világszínvonalhoz talán mindig kevés volt a hitem, és itt a sportban Kulcsár Antal tölt át azt a falat, azt, hogy ugye, hogy mi csak vidékiek vagyunk, mi nekünk jó a hatodik hely is, meg a... Tehát itt olimpiáról álmodozni az idióta volt, aki ilyeneket mondott. Tehát ez nem különben a labdarúgásban is ugyanez volt. Tehát ugye Budapest központú volt, igen, a sport jó része. Ma már igen. Nem így van, hála Istennek. Ma már hála Istennek, ez régen nem így van, de annak idején én egyszerűen... Hogy mondjam, a Fürcsándor utcától fényévre volt az olimpiai dobogó. Nem csak fizikailag kellett volna teljesíteni azt, amit én fizikailag meg is tettem, úgy edzésben, mint adottságokban is megvolt hozzá minden lehetőségem. Nem tudtam elhinni, tehát bármennyire is próbáltam magamat hitegetni, meg győzködni belül, hogy igen, hogy ez lehetséges. A zsigereimben nem volt bennem ez a meggyőződés, hogy én felállok, és bum. Jellemző példa. Kint voltunk Németországban egy rangos versenyen, és csak amikor már odaálltunk a rajtkövekre, akkor mondták be, hogy mellettem a négyes pályán Alekszandr Szidorenko, az akkori világrekorder úszott. És ugye annyira nem volt időm ezt felfogni, ha én ezt tudom előtte, hogy a Szidorenko mellett úszom, akkor valószínűleg még jobban betoljok már elnézést a kifejezésért, még jobban megijedek, de annyira nem volt időm felfogni, hogy 6 másodpercet hirtelen javítottam 200 mellen a legjobb időben. Tehát ebből is látszik, hogy itt volt a baj. Viszont az íráskészséged az mindig megmaradt. Remekül fogalmaztál, nagyszerű írásaid voltak már a középiskolában is, és később is. Akkor döntöttél így úgy, hogy inkább ezzel foglalkozol? Én nekem... Vagy csak a véletlen hozta? Ez véletlen.
minden. Tulajdonképpen visszagondolva, nekem tudatos döntéseim igazából az életben sosem voltak. 5 perc alatt lettem újságíró, 5 perc alatt lettem televíziós. Beszéljünk erről az 5 percekről. Jó. Mert több 5 perc volt. Kezdjük az újságírásnál. Az újságírás az úgy kezdődött, hogy bejöttem a televízióba, a városi televízióba, az akkor ugye éppen induló kísérleti televízióba, méghozzá végigúztuk a Duna-Magyar szakaszát. És készültünk az Egyesült Államokba 1000 kilométert úszni a Mississippin. De aztán ez valamilyen külső, tehát kinti szervezési okokból elmaradt. És akkor bejöttem erről ezt bejelenteni, hogy hát sajnos elmarad, de majd igyekszünk pótolni, és így tovább, és így tovább. És kérdezte, a Pekarek János volt a riporter, az idősebbeknek talán mond valamit a neve, sőt, remélem ma is sokaknak mond valamit a neve. Pekarek János megkérdezte, hogy hol hibáztunk. Én megmondtam, hogy ott hibáztunk, hogy túl korán bejelentettük még, amikor ez nem volt biztos, és megkövetem az értünk szorítókat és minket támogatókat. Igen, erre emlékszem én magam megyek, is. Megyek ki, és akkor ott ült a Baranyi Pali, Isten nyugosztalja, a Fejér megyei Hírlap és a Fejérvári TV főszerkesztője, és azt mondja, megkövetem. Nem is vagy te olyan hülye, mint hogy milyen a sportolókat. Hát mondom, hát köszönöm szépen. Szóval szoktál írni? Hát mondom, persze. Nem írtam egy sort se. Hát szóval akkor majd hozzá be néhány írásodat. Hát mondom, jó, majd hozok. Akkor holnap reggel 7:30. Jó. Vettem hazafelé egy spirálfüzetet, meg egy ceruzát. Azt éjjel teleírtam. Másnap bevittem. Pali belenézett. Azt mondja, Mónika, ezt gépelje le. Szóval van valami ötleted? Hát már nem tudom, de mondjuk egy Széchi Tamás interjúves. Széchi Tamás, el tud érni? Hát mondom, nagyon jól ismerem, jó, nagyon jóban vagyunk. Hát akkor menjünk, csináld meg. Jó, majd megyünk. Hát azt mondja, itt a Somogyi Tamás, üljetek az autóba. Tehát mondjuk, mondok egy, nem emlékszem pontosan, kedden történt ez az egész, és szerdán én már újságíró voltam gyakorlatilag. És ráadásul remek újságíró volt, nem azért, mert hát itt vagy. Köszönöm szépen. Így van, és írónak lenni. Ugye nagyon sokan mondják, hogy ki forgat, ez meg a Sipos mondása volt, hogy dehogy is forgatni, és árasan. A Fellini, meg a Fellini. Meg a Fellini. Ti csak felvételeket készítetek. Hogyan lettél író? Az ugyanilyen 3-5 perc története. Hiszen nagyszerű könyveid jelentek meg. Volt, ami dűből született, én magam is, tehát Állítsátok meg Teréz anyut, és így tovább, és így tovább. Viszont nagyszerű portrékat is írtál. Köszönöm szépen. Véletlenül lettem író is, az meg úgy történt, hogy nem a magyar televízióban mindig is voltak anyagi problémák, egy csomó ideje már nem kaptunk honoráriumot. És mondom, hát mi legyen. Azt mondja Garamvölgyi László, aki a 112 Extra című műsornak a szakértője volt, amiben én akkor már talán egy éve vagy másfél éve dolgoztam, hogy hát felveszed ezeket az interjúkat, 20-25 percekből lemegy 5. A többit írjad meg könyvbe. És akkor azért, tehát mondom, hogy megy az a könyvírás? 5 perc múlva fülemben volt a telefon, már a túlsó végén a kiadó, pillanatok alatt megállapodtunk, és így született az első könyvem, a Gyilkosok gyóntatója. Tehát én ebbe is gyakorlatilag belecsöpp. Tehát én nem utólag tudtam meg, hogy ez milyen nagy dolog, hogy évekig várnak egyáltalán arra, hogy elolvassák a kéziratokat különböző kiadóknál. Az tudatos volt részedről, hogy ugye a börtönriportjaidat mi is láttuk. Méghozzá azokat, én azt mondom, hogy fegyházban készült riportokat, amely egyik oldalról monológszerű volt, a másik oldalról pedig nagyon is emberi, ha lehet ilyet mondani. A választás, hogy igen, az már volt-e? Tudatos volt? Az már olyan értelemben tudatos, hogy a kényszer szült tudatosság, nagyon kevés volt a pénz.
és hát dokumentumfilm, hát mégis mit lehet, a börtön ott a szó legszorosabb értelmében össze van sűrítve a drámai sorsok tömkelege. Jelesül mondjuk a Csillagbörtönbe 1800 életfogytos, vagy 20 évre ítélt, vagy nem tudom mennyi. Tehát az már tudatos volt, hogy olyan sorsokat tudok megkeresni egy helyen viszonylag kis költségvetéssel, amik azért drámaiak. És hát aztán, amikor megismertem belül ezt a világot, mert alaposan belástam magam, mondta is az akkori sajtos, hogy én voltam az első, aki egyáltalán forgatás előtt lement napokra. Én leköltöztem Szegedre, napokig bejártam a börtönbe, elég jól megismertem ezt a világot. Akkor meg aztán már ennek az egésznek a bűn és bűnhődés, tehát akkor már egy kicsit, hogy mondjam, túlemelkedett ezen a kényszeren, hála. Tehát a kényszerből végül is jó sült ki olyan szempontból, hogy érdekelt is nagyon a dolog, a nézőket is érdekelte, hála Istennek, és egy olyan világ tárult föl, remélem, a képernyőkön is, ami addig nem nagyon volt. Egy kicsit beszéljünk a párhuzamokról, hiszen említetted a Dunaúszást. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 1988-ban Dégen tanítottam, amikor meghívtalak benneteket, a gyerekek csodálták azt a teljesítményt, tehát a Dunát, és utána jött volna a Mississippi kaland, ami elmaradt, de az úszástól nem szakadtál el soha. Ez így nem igaz. Én elszakadtam. Elszakadtam, méghozzá olyannyira elszakadtam, hogy 20 évig nem úsztam egy métert se. Mert nem tudom, hogy miért, tehát bennem nem volt csömör vagy ilyesmi, csak egyszer nem vágyottam a vízbe. Tehát ha azt szoktam mondani, és ez így is volt, hogy ha a labdát elfújta a strandon a szél a gyerekek labdát, akkor nem mentem utána, mert vettem egy másik labdát. Igen. Igen. Tehát az, hogy te azt érzed, hogy nem szakadtam el, az valószínűleg onnan adódik, hogy láttál fiatal bajnokként, meg most látsz szenior bajnokként, de a kettő között azért volt egy jelentős szünet. Ezt a szünetet hogy töltötted? Van olyan pillanat, amikor megbántad, hogy nem úszol? Nem, az úszást nem bántam meg, nem, mert volt más sport. Tehát jelesül a testépítés, aztán utána belekóstoltam egy kicsit a... Ötödik lettél, jól emlékszem? Testépítőként? Magyar bajnokságon, amatőr szinten. Hát harmadik is voltam. Saját magam is rendeztem versenyeket. Egyébként a legnagyobb szomorúságomra a saját versenyemben szerepeltem a legrosszabbul, ott hatodik helyezést értem el. A magyar, pedig hát ugye azt gondoltam volna, hogy én fizetem a versenybírókat, legalább annyi lesz bennük, hogy egy kicsit felpontoznak, de nem így történt. Emlékszem az első fehérvári profi box gálára, belekóstoltál, hogy milyen egy igazi amerikai stílusú profi box speaker. Tudom, hogy nem szereted ezeket a kifejezéseket, de azért erről hadd kérdezzelek meg, mert hogy ennek gyorsan sajnos vége szakadt Fehérváron is. Tehát ott ültünk az Alba Régia csarnokban, és néztük, hogy lóg a mikrofon, ott van Sáringer Karcsi, büszkék voltunk, és konferál. És elmondja, hogy mi történik, bemutat, és tisztességes sportriporter módjára teszi ezt. Hát olyan... Hogy mondjam, én nekem nem volt olyan különleges dolog, mert valahogy egészen, ez egy adottság, azt hiszem. Tehát sem a beszédkészségemmel, sem az íráskészségemmel, és sem a közszerű, tehát az, hogy én kiálljak emberek elé, ezzel soha semmi gondom nem volt. Ez csak egyszerűen egy kicsit fel kellett készülni abból, ami ott éppen zajlik. Tehát az, hogy most én egy, mint ahogy történt is, egy skálavásáron konferálom az egésznapos programot, vagy az Arév, akkor még Arév, most Vodafone csarnokban konferálok koncertet,
vagy vezetek dalversenyt például Kokáért, vagy éppen egy profi box gálát, ez csak felkészülés kérdése volt. Most elnézést, ha ez egy kicsit nagyképűen hangzik, de tényleg ez az igazság, ez világos, hogy, hogy ezzel nem volt nekem soha semmi problémám, csak hát mindig az adott témából azért észen kell lenni, hogy körülbelül miről szól, nem körülbelül, hanem miről szól ez a történet. Mi tehát hozott vissza Karcsi-Fehérvárra? Ez is egy történet. Tehát amikor visszatértél a Fehérvár televízióhoz. Hát, ez már a Sipos éra. Igen. Nem tudom, ez mondhatjuk praktikus megfontolásnak is, hogy részben itt volt a lakhatás könnyebb, részben pedig, hát én nekem megvallom őszintén, én nekem eszembe se jutott soha Fehérvárról elmenni. Tehát amikor én Budapesten dolgoztam... Akkor is Fehérvári maradt? Igen, abszolút, abszolút. Nekem egy pillanatra se jutott eszembe. Hát én azért fiatal sportolóként, de ez megint nem azt akarom én ezzel mondani, hogy most én vagyok a nagy lokálpatrióta, és akkor engem tessék ezért glóriával felövezni, hanem egyszerűen ilyen vagyok én. Nekem a olyan természetes Székesfehérvár, mint a levegő. Ez eszembe se jutott. Mindig is fehérvári voltam. Nem tértem vissza, nem mentem el. Én sosem mentem innen el. Itt születtem, hála Istennek, még a sors azt is megadta azt a kegyelmet, hogy most már évek óta abban a házban élek ismét, ahol születtem. Tehát nekem ott az a komfort érzete, hogy ismerek minden zegzugot. Vannak olyan kövek, amiket ami születésem óta ott vannak, és tudom, láttam olyan fákat, amik a szemem láttára nőttek fel az elmúlt 40 évben. Erről egy nagyon rövid történetet hadd meséljek a nézőknek is. Egyszer ott jártam nálatok a Károly János utcában, és még élt édesapád, az egészen kiváló körvívó, Sáringer Zizi bácsi, aki azt mondta neked, hogy kisfiam, menj és hozz egy kiló kenyeret a boltból. És folytasd tovább, tudom én is. Hát, hogy adjál pénzt, hát a pénzére hülye is tud hozni. Pontosan, tehát a tipikus székesfehérvári szemlélet, a Károly János utca varázsa, az megmaradt. Az meg, benned. Igen, az egy kicsit olyan volt, hát persze jelentős túlzása, de az egy kicsit olyan volt az a vidék, az a Károly János utca béketér, mint a Angyalföld Budapesten, vagy a 8. kerület. Egy kicsit olyan vadabb vidék volt. Az írástól soha nem szakadtál el. Attól soha nem. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy az első könyved megjelent, azóta mindig dolgoztál. Én magam is olvastam jó néhányat. Az utolsó, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, hiszen magam labdarúgó palántaként az egyik egészen kiváló barátom Tíber László. A Tíber Laca focia az máig is az alapkönyv nekem otthon. Mert hogy olyan empátia, az megint olyan szó, amit nem szeretsz. Nem, azt én nem szeretem, csak inkább okay, magyarul mondjuk. Másként is igen. Megfogalmazhattam volna, ami gyönyörűséges. Hogy lehet a legkülönbözőbb stílusokba beleásni magát az ember fiának? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Lacát is nagyon jól ismerem egyrészt. Később barátok lettünk, annak idején meg mint néző csodáltam a fociát, úgyhogy ebbe nekem egyáltalán nem kellett beleírnom magam, azt írtam, ami jött. De mégiscsak Sáringeres lett ez a történet valami. Hát mivel, hogy én írtam. Igen. Én írtam így aztán. Tehát előtte készült a, nem tudom sorrend, hogy is volt. Ugye aztán jött a Kulcsártóni könyv. Hát ott meg aztán végképp, tehát ők nekem hozzátartoznak az életemhez ugyanúgy, mint neked. Világos. Bár én nem voltam labdarúgó, de azért minden videóton meccsen jártam, aztán később a
A Laszával nagyon jól összebarátkoztunk, mai napig is nagyon jó barátom. Az egész történet, még csak munkának se éreztem. Az összes problémám nekem ezzel a, pláne ezzel a két könyvvel, a Kulcsár Antal féle könyvvel, az Aranytusával és a Tíber Lasza fociával, az összes csak annyi volt, hogy technikailag ezt le kellett pötyögnem, de a fejemben már ez gyakorlatilag készen volt. Mikor tértél vissza az úszáshoz? Az úszáshoz 2013. május 13-án tértem vissza egészen pontosan. Az történt ugyanis, hogy valamilyen kifürkészhetetlen okból eszembe jutott, meg ne kérdez, hogy miért, mert fogalmam sincs, hogy éppen 25 esztendeje annak, hogy végigúsztuk a Dunát. Ez 13-ról beszélünk. És hát ismersz annyira, hogy akkor én már valamit ehhez kitalálok. Hogy az kevés, hogy hát megemlékezünk, vagy megjelenik egy cikk, vagy beülünk egy televíziós interjúra, akkor vagyok annyira bolond, vagy eszement, vagy én nem tudom, mániákus, hogy kitalálok magamnak valamit, hogy jól megnehezítsem a saját dolgomat, amennyire csak lehetséges. Úgy szoktam mondani, hogy halmozottan hátrányos helyzetű vagyok, de minden hátrányt én magam halmoztam fel. Tehát kitaláltam magamnak, hogy hát akkor bizony én ennek tiszteletére leúszom 10.000 métert. Na most a 20 évig 0 méter cigarettával és hát néha alkohollal, meg a 10.000 méter azért az jelentős különbség. 125 kilósan találtam ki ezt, és bizony meg is bántam aztán közben, hogy ezt szétkültöltem, hogy én majd ezt le fogom úszni, mert voltak pillanatok, amikor fel akartam adni. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy sikerült, leúztam, és hát a szórakozásból ott elkezdtünk méregetni időket. Hol egy úszómester, hol valamelyik edző, hol csak egy úszótárs. És akkor kiderült, hogy rövid távokon, mindahogy mindig is a gyorsaság volt a jellemző, tehát én 75-ig vezettem mindig, minden versenyen. Bárhova mentünk a világon, 75 méterig vezettem. Tehát a robbanékonyság, csak akkor még nem volt 50 méteres versenyszám. Ezt pont én 80-ban hagytam abba, és 81-ben rendeztek először 50 méteres mellúszásban versenyt. Na, a lényeg az, hogy elkezdtünk ott méregetni, és kiderült, hogy hát egész jó kis idők. Hazamentem, megnéztem, te jó ég, hát ez a senior kategóriában, hát ez ott van a magyar élvonalban. Aztán egy kis edzéssel odáig fajult a dolog, hogy most már én azt hiszem két ranglistát vezetek, egyen meg második vagyok a korosztályomban Magyarországon. És hát az időeredménye alapján, korosztályról beszélgetünk most. Természetes. Korosztályról beszélgetünk, senior úszás. A montreali világbajnokságon bizony már a 20 között lettem volna a 108 indulóból. És ez tökéletes teljesítmény. Hát, 20 év kihagyás után igen, is. Igen. Mindenképpen. Ugye véges a műsoridőnk, én azt nagyon is jól tudod, holnap hajnalig lehetne beszélgetnünk, bármiről is. Prima díj. Gratuláltam, keretbe zárjuk a történetet. Meglepett a jelölés? Hát az nagyon. Az nagyon meglepett. Szóval egészen megdöbbentett, részint azért, mert ugye hát 5 éve nem írtam egy sort sem. Részint meg azért, hát egyáltalán azt gondoltam, hogy én ebből kikerültem már ebből az egész rendszerből, vagy nem tudom, köztudatból, vagy ha bent vagyok is, akkor nem ezzel az előjellel. Úgyhogy nagyon meglepett, már a jelölés is, már attól is rettenetesen boldog voltam.
arról, hogy fődíjat kapok, arról meg álmodni sem mertem. Tehát az egészen megdöbbentő volt. Meg most az is. És akkor ugyanúgy lesz az írással is, mint az úszással? Az egészen biztos, hogy egy... Hogy most egyszerűen nem kutya, hanem emberi kötelességed most már ettől a pillanattól kezdve, jól gondolom? Abszolút jól gondolod, de azt most már hozzáteszem, hogy két szempontból is nagyobb felelősséggel muszáj írnom. Egyfelől ugye eltelt most már 11-nehány év az első könyvem megjelenése óta, és a mai napig jönnek vissza, hogy most olvastam, dedikáljam, SMS-t kapok az Egyesült Államokból, hogy nagyon jó, gratulálok, tetszik. Tehát rádöbbentem, hogy ez időtlen. A televíziónak nincs emlékezete. A könyv az ott marad a polcon. Tehát ez egyfajta, akárhogy nézzük is, felelősség. És te is maradsz? A felelős embernél? Maradok, igen. Igen, értve leszek. Mert azért én, hát ha nagyon őszinte akarok lenni a nézőkhöz, és magamhoz is, meg hozzád is, már pedig azt szeretnék lenni, akkor azért én a könyvben elég sok lezserséget megengedtem magamnak. Tehát legyünk őszinték, nem egy olyan kéziratot adtam le, amit el sem olvastam, még csak korrekció szintjén se. Tehát ezt többé nem engedhetem meg magamnak. És a Prima díj pedig az egyértelműen kötelez. Tehát most a belső kényszer is, meg a díj kényszere is az, hogy ha már klaviatúra elé ülök, és üres monitor elé ülök, akkor azt nagyon komolyan vegyem. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések Sáringer Károllyal. Maradjanak továbbra is velünk, ne feledjék, megéri. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.